Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Április 27-én szombaton tavaszi lomtalanítást tartanak Kisteleken. A lomtalanításról a legfontosabb információkat Rozsnyai János, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Munkatársa osztotta meg stábunkkal. Április 27-én szombaton Kisteleken városi lomtalanítás lesz, tavaszi nagy lomtalanítás. Hogyan készüljön a lakosság erre a napra? A lakosság ezen a napon reggel 6 óráig bármilyen, ami a normál lakossági háztartásban keletkezik hulladék, azt kihelyezheti, és ennek mi elszállításáról gondoskodni fogunk. Több járat fog jönni a városba, és ezek fogják végezni a lomhulladékok összetakarítását. Itt szerencsés, hogyha a lakosság már péntek este kihelyezi a hulladékot, hogy reggel a kollégák már tudjanak ezzel kezdeni. A későn kihelyezett hulladékot, veszélyes hulladékot, gumiabroncsot, gépjármű alkatrészeket, minden olyan hulladékot, amilyen most jelenleg házhoz megyünk, szelektív hulladék, kommunális hulladék, zöld hulladékot, ezeket nem áll módunkban elszállítani, és ezeket a kollégáink ott fogják hagyni a helyszínen, fényképpel dokumentálva. Mennyi hulladékot rakhat ki egy-egy háztartás? Van erre bármiféle szabály? Jelenleg korlátozás nincs a mennyiséget illetően, csak a hulladék körére, mint ahogy az előbb is említettem, abban van megkötés. A Kistelek belvárosában lesz lomtalanítás. Az a kérdés, hogy a külső tanyavilágban és a külső területeken is lesz majd lomtalanítás a szombati napon? A tanyavilágban jelenleg nincs hulladékszállítási szerződésünk egy lakossal sem, mert sajnos ott jelenleg nem tudjuk vállalni a hulladék begyűjtését, ezáltal azok a területek nem érintettek ebben a lomtalanítási akcióban, csak a Kistelekváros belterete és azok, akik rendelkeznek érvényes hulladékszállítási szerződéssel. Említette itt, hogy elektromos hulladékot, illetve gumiabroncsot, veszélyesnek minősülő hulladékot nem tudnak elszállítani. A lakosság hova viheti ezeket a hulladékfajtákat? A lakosság ezeket a hulladékfajtákat a hulladékudvarunkban, Kisteleken is megtalálható, térítésmentesen, mennyiségi korlátozása ugyan, de leadhatják. Itt minden gumiabroncs, étolaj, kenőolajok, stb. Minden ilyet le tudnak adni, és lehetőség van. Ha felmennek a weboldalunkot, részletesen tudnak tájékoztatni, hogy mit, milyen mennyiségben tudunk átvenni. Lezárult a beiratkozás a kisteleki óvodákba és bölcsödékbe. Idén is rengeteg szülő íratta be a gyermekét a kisteleki intézményekbe. Sejben Józsefet, a Hétszínvirág óvoda főigazgatóját kérdeztük a részletekről. Április 26-án zárul a kisteleki óvodákban és a bölcsödékben a beiratkozás. Eddig hány gyermek iratkozott be? Ha összesíteni nézzük, óvodába, bölcsödébe, minél is bölcsödébe, most reggel gyorsan csináltam egy statisztikát, 105-en iratkoztak a 4 nap alatt, a mai napon még további 15-20 gyermek várható, hogy beiratkozik. Mi a menete a beiratkozásnak? Ugye a hosszú évek gyakorlat alapján úgy szoktuk ezt megoldani, hogy a szülők kérnek tőlem időpontot, és így ez azt jelenti, hogy 15 percenként vannak a szülők beosztva, tehát nem kell várakozni. Ez a munka, ez tulajdonképpen a beiratkozás, ez 10 perc alatt lemegy, tehát még egy 5 percet nyerünk is rajta, de annyi kell, hogy én is közben már statisztikákat vezettem, és akkor a papírokat úgy rendezem el, hogy minden a helyére kerüljön. Kik igényelhetik az óvodai és bölcsődei szolgáltatásokat? Így van. Tehát a bölcsödére azt kell tudni, hogy a bölcsöde intézménye az egy nem kötelező intézmény, az egy választható állapot. Általában azoknak tudunk elsősorban segíteni, akiknek a szülei mind a ketten rendelkeznek már munkáltató igazolással, tehát mennek vissza dolgozni, a gyereket nem tudják hova rakni. Sajnos a férőhelyeink utóbbi években az a tapasztalatunk, hogy többszörösen túljelentkezés van. Azt kell tudni, hogy még ugye 2006-ban indult Kisteleken újra a bölcsöde, 2012-ben a három csoportos bölcsödénkben már csak egy csoport volt tulajdonképpen, és 2012-től jutottunk már oda, hogy a három csoportos bölcsödénk a 38 férőhelyjel, a két mini bölcsödénk a 7-7 férőhelyet, tehát ez összesen 52 férőhely, ez már nem elég Kisteleken. Tehát itt elmondhatom azt, hogy az országos tendenciával ellenkezőleg itt évről évre egyre több gyerek van, és ez okoz egy kis problémát, aminek persze nagyon örülünk, hogy ennyi gyerek van, de nem véletlen, hogy beadtuk a rengeteg pályázatot, és most ott tartunk, ami vigasztal bennünket, hogy a bölcsödét majd két csoporttal tudjuk bővíteni még, és a két óvodát is egy-egy csoporttal tudjuk majd bővíteni az elkövetkezendő egy-másfél évben.
A beiratkozás lezárulta után mikor fogjátok kiértesíteni a szülőket a felvételről? Így van, tehát erre adtunk magunknak egy hónapot, mert ez mondom több mint 100 gyereknek határozatot kell megfogalmazva, indoklással, pecsételéssel, aláírva, fellebbezési joggal tájékoztatva erről a szülőket, tehát ez május végére, minden szülőnek elmondtam, hogy május végére várható, hogy ezek mindenkinek a postaládájába kerül a saját lakcímére, és akkor ott értesülnek arról, hogy sikerült a felvétel vagy nem. Nyilván itt két verzió van, ha sikerül a felvétel, akkor ha óvoda, ha bölcsöde, akkor rajta van egy szülőértekezlet dátuma, és akkor ott a további részleteket meg tudjuk beszélni még a nyár kezdet előtt. Ha még viszont, ha nem sikerül a fölvétel, akkor annyit kell tudni minden szülőnek, hogy a készhezvételt számított 15 napon belül az önkormányzat jegyzőinél fel lehet lebezni, ilyenkor újra tárgyalják az eseteket, és nyilván a férőhelyen több nem lesz, azt tudom sajnos mondani. És a beszoktatás mikor kezdődik a bölcsödébe? Hát mind a két intézményben, óvodában, bölcsödében és a beszoktatás ez a szeptember hónapban fog kezdődni. Ugye a bölcsödéseink augusztus 31-ig itt vannak még a bölcsödében, akik 3 évet betöltik, azok majd csak szeptemberben jönnek át az óvodába, és ugyanígy az óvodások is, akik nagycsoportosok, 6 évesek és tanköteleseknek, azok augusztus 31-ig még óvodások maradnak, és majd csak szeptemberben mennek iskolába. Tehát itt a szeptember 1-e a váltás, amikor mindenki egyel följebb lép, akit ez érint. És így van. A beszoktatás aztán így szeptemberben fog majd megkezdődni. Itt van egy csomó papír, amit ki kell tölteni majd otthon. Egyet ki kell tölteni, egy nyilatkozatot a gyermekétkeztetéshez. Itt értelemszerűen kitölteni, és ezek közül kiválasztani, hogy melyik vonatkozik rátok. A beiratkozáskor milyen szempontokat vesznek figyelembe? Nyilván az óvodánál azt kell tudni, hogy mivel 2 óvoda van Kisteleken, ez a város 2 része van osztva, 2 óvodának felvételi körzetet biztosítani kell. Ez a határ így Kisteleken az Árpád utca és a Rákóczi utca, mégpedig úgy, hogy az Árpád utcának és a Rákóczi utcának a Szivárvány oldal felé eső oldala az már ide a Szivárvány oldalához tartozik, míg a másik oldala a Hétszínvirág óvodához. Természetesen azt tudva lévő szülők is tudják, hogy ebből a körzetből is járnak a Hétszínvirágba, abból a körzetből is járnak a Szivárványba. Itt nyilván azt nézzük, hogy a testvér esetleg hova jár, a szülő melyik oldalon van munkahelye, milyen gyakran, meg ki hozza a gyereket az óvodába, tehát hogy a nagyszülő hozza, azt is figyelembe veszük, és hogyha testvér is jár már az egyik intézménybe, akkor nyilván nem várjuk el azt a szülőtől, ha meg tudjuk oldani azt, hogy az egyik gyereket az egyik óvodába, a másik gyereket a másik óvodába vigye. A bölcsödénél az ott egyszerű a helyzet, egy bölcsöde van, tehát az egész városból ebbe a bölcsödébe jönnek, tehát ott ilyen probléma nincsen. A szülő értekezleten aztán minden olyan kérdés, ami az óvodakezdése kapcsolatos, mikor kell jönni, mit kell hozni, hogyan lehet a gyerekemet megvigasztalni, tehát kimennek családot látogatni, és akkor nyere szeptember lesz a tiben a minden. Mennyire kell aggódnom amiatt, hogy sikerül-e ide jönni a kistesónak is? Ugye most az az év van, hogy igen, hogy itt most szeptember tömével most egy nagy csoportunk megy ki, minden 3. évben van ilyen, akkor ez emiatt most az az év jön, ahogy itt egy kis csoport fog indulni. Nyilván azt fogom nézni, hogy kinek jár már ide testvére, az nyilván nem fogom az egyiket ide rakni, másikat másik óvodába. Egy, kettő, meg hát most is van olyan, hogy ebből a körzetből járnak a másik óvodába, abból a körzetből járnak ebbe az óvodába, ezzel nincsen probléma, de meg ezt kell figyelme venni, hogy itt most csak egy csoport indul, tehát itt nem tudok 40 gyereket fővenni, meg 30-at se, hanem 20-25 gyereket veszünk ide föl, a másik óvodába meg 40-50 gyereket veszünk föl abba a két csoportba. A hétfőtől a csütörtök estigi állapot szerint mondom, összesen 105-en iratkoztak, így hogyha szétbontom, akkor mindjárt olvasom. A mini bölcsödébe a 9 férőhelyre 4 nap alatt 15 fő jelentkezett, a bölcsödénk 18 szabad férőhelyre 31 fő jelentkezett. A Hétszínvirág óvodába ugye most szeptembertől ott indul a 2 kis csoport, ott az 50 főre 24 fő jelentkezett eddig, míg a Szivárvány óvodába, ahol most szeptembertől csak 1 kis csoport tud indulni, oda a 25 férőhelyre 36-an jelentkeztek. És nyilván el kell azt mondanom, hogy a sajátos nevelési igényeiek gyerekek eddig a bölcsödében nem voltak jellemzők, de most már a bölcsödében is vannak. Ők ezek kettőnek minimum 2 gyereknek számítanak, tehát majd ezt is figyelembe kell vennünk. Plusz a vigasztalás talán az a szülőknek, hogy itt látszik, hogy milyen adatok vannak, és azt tudnival lévő, és már közhírré tettük, hogy a bölcsödében ugye 2 bölcsödé csoporta fog a bölcsödénk
megújulni, vadonatúj épülettel, két csoporttal, az azt jelenti, hogy 12-14, tehát 2x12, 24-26 gyereket tudunk majd fogadni, hogyha megépül a két csoportos bölcsödeink pluszba, még a két óvodában egy-egy csoporttal, tehát 25-25 fővel egy-egy csoportszobába fog majd bővülni mindkét intézmény. Ezek a pályázatok nyertek, talán most a közbeszerzésnél tartanak, és reméljük, hogy minél hamarabb az építkezés megkezdődik, mert égetően szükségünk van ezekre az épületekre. Önkormányzati támogatásból újul meg Kistelek-Vásártér úti játszótere. A játszótér elavult állapotú játékait korszerűsítették, jelenleg a tereprendezés zajlik, azonban várhatóan május 1-től már újra birtokukba vehetik a családok a felújított játszóteret. Megújul a Vásártér melletti játszótér. Mit lehet tudni erről a beruházásról? Erről az egész beruházásról azt lehet tudni, hogy igazán ott indult az egész, hogy itt volt egy csúszda. Sajnálatos módon valaki olyan módon megrongálta, hogy betörte a csúszdát. Most egy ilyen csúszdának a pótlása sajnos több mint 100 000 forint, mivel ide kihelyezni csak megerősített csúszdákat szabad. És úgy gondoltuk, hogy volt egy olyan komplex játékunk, amiket ha fölújítunk, akkor azon eleve már két csúszda van, komplex az egész nagyobb, és pluszban annak a csúszdának a helyére, ami volt, annak a helyére, mint ahogy itt is látszik, egy homokozót telepítettünk, illetve ezt a komplex játékot is kihelyeztük ide a vásártérre. Meddig tartanak a munkálatok? Jelenleg is zajlanak. Mikor lehet igénybe venni az új játszóteret? Valóban jelenleg is tartanak a munkálatok. Mi szeretnénk a héten befejezni ezt, azonban igazándiból a legnagyobb átadás, illetve a legnagyobb főpróbája ennek az egésznek május 1-én lesz. Ugye itt sor kerül egy nagy népi ünnepélyre, és ennek keretében nagyon sok gyerek fog kint lenni, és a gyerekek ekkor fogják igazándiból használatba venni a játékokat. Nem ez az egyetlen játszótér itt a városban. Hány játszótér van összesen? Összesen Kisteleken jelenleg működőképes játszótér 9 van. Ebben benne van a két óvoda, illetve az egy bölcsődei játszótér is. Amit viszont mindenki tud használni, az összesen 6 játszótér. Terveznek ott is később majd felújításokat? Igen, tehát a lényeg az, hogy minden játszóteret kötelezően 3 évente minősítetni kell, fölülvizsgáltatni a játszótereket. Ez egy törvényi kötelezettségünk. Azon kívül azonban el kell mondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy 3 évente nézzük meg a játszótereket, hanem folyamatosan ellenőrizzük, és amennyiben javításokra szorulnak, úgy ezeket a javításokat lehetőség szerint soron kívül elvégezzük, és hogy újra használatba tudják menni a gyerekek. Nemrég volt egy lakossági fórum is, amely felvetette, hogy az Erzsébet utcai játszóteret újra felújítsák, és ott igény is van egy új játszótere. Mit lehet tudni erről? Erről azt lehet tudni, hogy sajnos a korábbi játszóteret meg kellett szüntetni, mivel a jelenlegi jogszabályoknak nem feleltek meg, így sajnos az összes játékot le kellett szerelni. Most szeretnénk ezt a játszóteret ismételten idézőjelben üzembe helyezni, és új játékokat fogunk kihelyezni. Ugyanúgy ki fog kerülni többek között egy ilyen komplex játék is, akkor kötéltorony, akkor rugós játékok, tehát homokozó, tehát több játékot is kirakunk. Későbbiek folyamán ezt mindenképpen fejleszteni szeretnénk egy focipályával, mivel a terület adottsága ezt lehetővé teszi. További tervei vannak-e még esetleg játszótérépítéssel kapcsolatban? Esetleg bármilyen pályázat van-e erre? Hát a pályázatokat azt mindig nézzük, de a pályázatok függetlenül is szeretnénk azt elérni, hogy Kisteleken, ha egy szülő néhány perces sétával elindul, mindenképpen találjon a csemetéjével egy játszóteret. Sok kisteleki ingatlannál nincs kihelyezett házszám, holott a törvény előírja, hogy az ingatlan tulajdonosa köteles látható helyre kihelyezni az ingatlan házszámát. Az önkormányzat most segítséget nyújt mindazoknak, akik igényt tartanak házszámra, ők az alábbi elérhetőségeken május 31-ig jelezhetik igényüket, a házszámok egységes ára 1100 forint. Kisterek településén még mindig akad egy-egy olyan ingatlan, ahol nincs kihelyezve a házszám. Miért van szükség erre? Törvény elírja azt, hogy minden házra, minden ingatlanra köteles a tulajdonos házszámot kihelyezni. Sajnos én kicsit módosítanék a fogalmazást, hogy nem néhány helyen, hanem sajnos nagyon sok helyen nincs még kint házszám, és a postások, orvosok, mentősök már több alkalommal fordultak az önkormányzat felé, hogy próbáljunk a lakosság felé egy az, hogy segítséget nyújtani, a másik pedig az, hogy próbáljunk a lakosság felé információval szolgálni arról, hogy igenis ezt kötelesek kihelyezni. Az önkormányzat miben tud segíteni?
Az önkormányzat szeretné, hogy valóban minden házon legyen végre házszám. Itt egy alapvető dolog az, hogy nem az önkormányzat által meghatározott házszámot kell kihelyezni, teljesen mindegy, hogy milyen házszám, csak legyen kint házszám. Mi a segítséget abba tudnánk nyújtani, hogy központilag meg tudjuk rendelni a házszámokat, aki igényt tart rá, és ezeket a házszámokat utána kiosztjuk, és ezt mindenki fel tudja helyezni. Régi idők hangulatát megidéző programokkal készül az önkormányzat az idei kisteleki majárisra. Az egész napos rendezvény részleteiről Nagy Sándor polgármester és Ceglédi Dukai Enikő civil referens nyilatkozott stábunknak. Az idén is lesz majáris kisteleken. Volt koratavasszal egy közösségi civil beszélgetés, kerekasztal, ahol erről a programról, illetve a civilek nagyobb szerepéről is szó esett. Most ez a majáris is, illetve a civilek aktivizálása összekapcsolódik egy program keretében. Miért fontos ez a város számára, illetve az itt élők számára? Hát ugye első szó az lenne, hogy mit jelent nekünk május 1-e. Az én korosztályomnak még kötelezettséget, kommunista világot, fölvonulást jelent. De azért valljuk be őszintén, ennek azért volt jó oldala is. És azt látjuk, mint sok más egy ideig úgy el lett nyomva, majd pedig szépen az emberek fogalmazták meg azt maguknak, hogy igen, azért a jó részére szükség lehet. És én azt látom a mi városunkban, és leginkább talán a civilek fogalmazták meg ezt, hogy a civilek is szeretnének megjelenni. Meghatároztak egy civil napot, és meghatározták azt, hogy egyébként ezen a napon mit szeretnének csinálni. És ez a május 1-e tipikus arról szól, hogy együtt legyünk, egy-egy csapat főzzön, pirítson valamit, kóstoljuk meg egymás borát esetleg, legyenek olyan kiegészítő műsorok, amik a gyerekekről, felnőttekről szól, és egyébként azon a napon szabadon, nem beszédeket hallgatva, nem ünneplőbe öltözve, egyszerűen érezzük jó magunkat kint a természetbe. Civil kezdeményezés, ami azt látjuk, hogy így lesz ez hosszú távon nagyon hiteles, amihez mi teljesen természetesen önkormányzatként ezerre mellé állunk, most már azt gondolom, mi vagyunk ennek az egyik fő szervezője, és azt látom, hogy a plakátról nagyon sok sor van, tehát sokféle lehetőség gyerekeknek, felnőtteknek, magyarul mindannyiunknak. Én majdnem, hogy azt hiszem, hogy amikor visszaemlékezek arra, hogy milyen volt a szeri búcsú, még akkor ópusztaszer, nem ópusztaszer volt, hanem sövényháza, és mentünk ki emberek egyébként kocsival, teherautóval, biciklivel, és ott egy helyet találtunk magunknak, ahol egyébként főztünk, meg közben a műsorokat is néztük, és rengeteg emberre találkozhattam. Szerintem egyre inkább erre van nekünk szükségünk, hogy találkozzunk, és egyszerűen önfeledten jó érezzük magunkat. Ne ez a hülye mindennapi megosztottság jelenjen meg, ami ma a social médiától kezdve minden, hanem egyszerűen kistelekiek vagyunk, és szeretünk itt lenni. Milyen programok várhatok? Hány résztvevővel? Mit lehet tenni kint a vásártéren május 1-én? Tavaly már ugye volt egy május 1-i nap, amit a városvédők kezdeményezésére indult be, és nagyon sikeres volt. Mi ezt folytatjuk tovább a mostani május 1-én. Ezt kell tudni, hogy eddig körülbelül 700-an jelentkeztek már, akik ki fognak jönni és ott főzni fognak különböző csapatokban, beneveznek a főzőversenyre, vagy csak maguknak főznek. 700 előregisztrációnkban, ami szerintem fantasztikus, és nagyon jó dolog, hogy ennyien szeretnének becsatlakozni ebbe a szervezésbe. Van egy ilyen plakátunk a városban mindenhova kirakva, azon el lehet olvasni a pontos programot, eléggé sok programunk van, szerettük volna úgy lefedni, hogy gyerekektől kezdve, fiatalokon keresztül, anyukák, apukák, nyugdíjasok, mindenki találjon magának valamit, olyan programot, amiért ki tudna nézni, és számomra még, ami nagyon boldoggá tesz, az, hogy olyan programsorozatot tudtunk összeállítani, hogy akár reggeltől estig ott lehet lenni. Van egy aktív része, van pihenős része, lehet sportolni, lehet tanulni. Igazából szerintem mindent lehet ott csinálni, amit csak szeretnénk. Régi majálisok fontos része volt a sörvési lufi, a zene, a fölvonulás. Ezek lesznek-e a programban? Minden lesz.
körhint a kicsi gyerekeknek, lesz sörivó verseny, lesz virsli, lesz lufi, lehet vásárolni hérimos lufit, lesz kürtös kalács, vattacukor, fagyi, hamburger, üdítő, minden lesz. Nagyon szeretnénk visszahozni ezt a régi majárisi feelinget, érzést, ami a gyerekkorunkban volt. Ugye most lesz az első ilyen próbálkozás, ami ilyen nagyobb mértékű. Még van, amit tudunk fejleszteni, jövőre remélem fogunk is, de én garantálom azt, hogy aki oda ki fog jönni, egy nagyon családias, barátias hangulatba fog érkezni, ahol vehet magának egy vattacukrot, vagy ihat egy hideg sört, vagy ihat egy üdítőt, vagy vehet egy hérimos lufit a gyerekeknek. Úgyhogy én tényleg abba bízom, hogy egy nagyon jó kis napunk lesz. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben beszámolunk a Cseperedő Egyesület jótékonysági rendezvényéről. Stúdiónkban fogadtuk a nyugdíjas versmondó verseny díjazottjait, és betekintést nyerhetnek a biogazdálkodásba. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!